Majoros Petra még csak 8 éves, de már 3 éve lovagol. A lovak iránti szeretetet apukájától örökölte. 5 éves koromban ültem rá az első lóra. Mit vársz legjobban a táborban? Hát az, hogy lovagoljunk. A táborban nem csak helyi gyerekek vesznek részt, Vajdanó apám a Bács-Feketehegyről érkezett. Én kiskorom óta nagyon-nagyon szeretem a lovakat, lovagolni még tanulok, tehát haladó vagyok, és másodszorra vagyok itt a táborban, és nagyon tetszik még mindig. A tábort a 250 éves Börcsök tanyán szervezték, ahol a régi bútorok, használati tárgyak, szerszámok visszarepítenek bennünket a régi tanyasi világba. Én itt születtem, itt éltem az egész életemet. Szeretem a lovakat, szeretem a fiatalságot, szeretem, hogyha itt körülöttem van valaki. Hát ők is szeretnek itten, szeretik a környezetet. Ilyenkor mindig jól érzem magam, mindig olyan, mintha megvonnák fiatalodva. A tábor szervezője még csak 18 éves, de már 13 éve lovagol. Szeretné átadni a fiatalabbaknak is a lovak iránti szeretetét. Azért hoztunk ki valójában 7 póni van kint, azért, hogy aki valójában nem ült lovon, azt azért megtudjuk, hogy üljön lovon, és azon üljön a pónin először. Második nap már bír nagyobb lovon is, meg hogy a lovak megismerjék őket, de olyan lovakat hoztunk lovaglásra, ami tényleg erre alkalmas, hogy szelíd legyen, nyugodt legyen. A tábor ideje alatt a gyerekek nem csak lovagolnak és kocsikáznak, hanem a lovag gondozásából is kiveszik a részüket. 5 és 16 év közötti gyerekek a táborban alszanak, a legfiatalabbakat pedig reggel elhozzák, este pedig mennek értük.